Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 11. rész. A Rómának való behódolás évfordulóján augusztus 1-én gyalászkodó falfirkák jelentek meg a házak falán. Disznózsidók, mocskos zsidók, hazátlan zsidók, pucoljatok Jeruzsálembe, macskagyilkos zsidók és efélék. Nagy orrok és még nagyobb körülmetért nemi szervek. A részegek a zsidókat szitták a kikötőben. Megőrültek a görögök. Abba fogják hagyni, mondta Filó idegesen, csak divat elmúlik. Pár nap múlva a falfirkákat lemosták, újakat alig mázoltak. Augusztus közepén hajnalban Urit lótásfutás ébresztette. Közelebb húzta a mécsest, ott tartotta az ágya mellett, annak a fényénél olvasott késő éjjel, káromkodtak odakint. Hallotta az alabárkos hangját, elkeseredve kiabálta, nem sikerült. Filó csitítgatta, nem számít, kiáltotta Filó, aki nem szokott kiabálni. Most már így alakult, nem baj, térj magadhoz, a mindenható akarta így, vértelenül. Ő tudja miért. Nem sikerült, örjöngött az alabárkos. Márkus is kiabált, az őröket hívta. Uri kimerészkedett, fegyveresek trappoltak a kapu felé. Az utcáról zsivaj hallatszott, Uri fülelt, Agrippát éltette a tömeg, a zsidó királyt. Ismeretlen fegyveresek siettek el mellette. Hordszéken testes, kopaszodó, tokás, középkorú embert hoztak ki az egyik teremből, vörös volt a feje, billegett a nyakán, félig aludt. Ne, ne, kiáltotta, tegyetek le! A szolgák letették a hordszéket, a testes férfi imbolyogva kilépett a székből, körülnézett, Urinokat meg a szeme, szomjas vagyok, mondta. Uri a medence partjára sietett, oda mindig ételt és italt készítenek. Töltött a kifacsart narancsléből, és a férfihoz vitte, aki egyhajtásra kiitta. Ez a száraz föld, még ez is imbolyog a lábam alatt, mondta dühösen. Egyiptomban még a föld is úgy reng, mint a tenger. Uri nem tudta, mit válaszoljon. Kintről kiabálás hallatszott. Küldjék el a csőcseléket, jajdult fel a férfi. Most már nem lehet, mondta Tia, aki előkerült valahonnét. Most már késő. A férfi rábámult. Te ki vagy? Alexander, alabárkos másodszülött fia, Tiberius Julius Alexander. Miért nem lehet? Mert késő. Intett a szolgáknak, azok a hordszékhez léptek. Méltóztassék felséged a székbe ülni, mondta Tia parancsolóan. A férfi sóhajtott, a székbe ült, a szolgák fölemelték. Álmos vagyok, fáradt vagyok, éhes vagyok, hova visznek, kérdezte a férfi reménytelenül. A Fárosz szigetre. A szolgák felemelték, és vitték a kapu felé. Tia utána nézett. A hülye balfasz állat fakadt ki. Ekkora ökröt még nem látott a világ. Uri elhűlve nézett a hordszék után. Agrippát cipelték. A zsidó királyt, akinek ő a futára. Meg se nézte alaposan. Mi történt? Kérdezte. Mi történt? Elrontotta, idióta barom! Döglene meg székrekedésben! Újabb fegyveresek caplattak el mellettük. Tia kétségbe esve állt. Na gyerünk, mondta aztán. Illik a tömegben boldogan ordibálnunk. Uri magára kapta a saruját, Tiát a kapuban érte utól. Kint rengetegen vonultak, szaladtak, lögdösődtek. Elterjedt a zsidó Alexandriában, hogy megjött a király. Tia állt, Uri mellette. Délután ért ide a hajója, sziszegte Tia gyűlölettel. Lehorgonzott jó messze, kivárta az estét, ahogy kell. Partra is szállt észrevétlenül, de akkor elvesztette az eszét. Pedig megmondták neki, mit kell tennie, de ő nem. Ő király, ő jobban tudja az idióta. Neki esett az első görög osztagnak, hogy riasszák a többi osztagot, és fogják el neki Flaccust.
A császár küldte, különleges megbízatással ezt ordította, és hogy fogják el neki Flaccust most azonnal, barom állat, faszfej, a zsidó király. A testőrei alig bírták megvédeni, és még utána se bírt csöndben maradni, persze, hogy meglátták a zsidók. Tia a tömegbe vetette magát, Uri csak állt. Hát ezt tényleg elrontották. Uramisten, de elrontották. Uri az utcára lépett, a tömeg elsodorta. Rajongó férfiak, nők, öregek, gyerekek lökték, taszigálták, álomtoldagat arcukon, öröm, a király, kiáltozták, itt van a király. Agrippa másnap sürgősen tovább hajózott a kíséretével. A királyságába tartott. Az új évet már ott fogja ünnepelni. A görögök nem akadályozták, fellélegeztek, hogy elmegy. Elvitte magával Agrippa a zsidók gratuláló levelét a császárnak, amit Flaccus egy éve fektet. A gratuláció elmaradásától a császár égtelen dübegurult, azóta is szidja a zsidókat, mert rendkívül hiú, s ha lehet, még császárabb, mint az eddigiek. Ezt Agrippa szavait idézve mesélték. Majd elküldi a gratulációt Agrippa futárral, ha a királysága felé hajózva biztos partra ér, a szükséges mentegetőzéssel. Bizonyosan megbocsát a császár, nem haragudhat a birodalma legszámosabb népére húzamosan. Flaccus elfogásával bízta meg Caligula a zsidó királyt. Kár, hogy erre képtelennek bizonyult, terjedt el, de talán így akarta az örökkévaló, ne tapadjon vér a kezünkhöz, vélték a kegyesek. Nem volt mit tenni a lelepleződése után, diadalmenetben kellett Agrippát a Szentszigetre kísérni. Ott valakik beszéltek, nem lehetett hallani őket, Agrippa tátogott, nem lehetett hallani őt sem, és boldogok voltak a zsidók, tolongtak a szigeten vagy 150 000. A görögök is felébredtek, ácsorogtak az utcákon, és bámulták a zsidók vonulását. Agrippát nem fogadhatta el a helytartó. Nem volt elég embere a 150 000-es tömeggel szemben, különben is az már nyílt hadüzenet lett volna. Diadalt ültek a zsidók mind a 300 000-en, kivéve a beavatottakat, mert azok örjöngtek. Aztán lecsillapodtak, nem történt semmi. Flaccus eddig is tudta, hogy halálra van ítélve, és most sem tud többet. Csak ne érje Agrippát semmi baj, érjen a királyságába éppen és királykodjék, és aztán, ha Isten adja, a királysága gyarapodni fog, és övé lesz a nagyapjának, nagy Heródesnek birodalma egészen, és akkor erős hátországuk lesz az alexandriai zsidóknak, valamint a többi 4 millió zsidónak, aki a diaszpórában él. Azért a szép dolog a császártól, hogy éppen egy zsidót kért fel, hogy a leváltott helytartót eltakarítsa. Nem gyűlöli a zsidókat a császár, ha ennyire fontos feladattal is csak zsidót tudott megbízni. Szeret minket a császár, bízik bennünk a császár. Csak bennünk bízik a császár igazán. Ezzel a beavatottak nyugtatgatják egymást, mert a zsidó köznép erről nem tud semmit. Csak boldog, amiért életében először igazi eleven felkent zsidó királyt láthatott. Nem volt nagy Heródes óta királyuk a zsidóknak, csak negyedes fejedelmük. Megint van zsidó király, ha kicsike is még a birodalma. Negyedrészt zsidó csupán Agrippa, de mégis zsidó király lett belőle, és körül van metélve, és az örökkévaló ezzel adja tudtunkra, hogy tudjuk és halljuk és látva lássuk és hirdessük, hogy az egyetlen örökkévaló Isten a szövetséget nem mondta fel mi velünk, az ő kiválasztottjaival bárhol éljünk is a pogányok birta világon. Erről cserélnek eszmét a zsidók, és hálát adnak az imaházaikban az örökkévalónak, és egyéb munkáit félbeszakítva erről ír most Filó, hogy kivételesen ne a görögöket igyekezzék a zsidók megbecsülésére rávenni, hanem a zsidók megcsappant önbizalmát növelje. A gimnázium parkjának közepén emelt paneion
kedvenc elmélkedő helye felé tartott Uri. Két nappal később, hogy ne kushadjon az Alabarkosz palotájában egész nap, ahol felváltva őrjöngtek és bizakodtak az Alabarkosz és bizalmasai. Az oszlopsornál csődületet látott összeverődni, és kissé távolabb megállt, hunyorgott, hogy jobban lásson. A parkban történhetett valami, befelé igyekezett a tömeg. Utcagyerekek, rakodó munkások, jól öltözött polgárok is siettek befelé. Valaki beszédet mond, talán kicsoda, visszajött volna Iszidórosz. Egy rozogává ázott rozsdás négy lovas díszkocsiban. Valaki állt fején, mintha valami lett volna a kezében, valamit tartott. Uri megállt. Nem is kellett közelebb mennie, mert a kocsi megindult éppen ő feléje, vagy huszan húzták, tolták, csikorogtak a száz éve kenetlen kerekei. Mesztelen alak állt a kocsiban vigyorogva, fején papirusz korona, jobbjában papirusz jogar. Karabasz, a maga teljes pőreségében. Itt megy a zsidó király, hódoljatok a zsidó királynak, kiabálták a görögök boldogan. Karabasz vigyorgott, integetett, mondjon beszédet a zsidó király, Karabasz fingjál recsegőset. Karabasz vigyorgott, integetett, megkapaszkodott, lelenyekkent a kocsi padlójára, újra feltápászkodott és vigyorgott. Gyékény szőnyeget terítettek a vállára, mégse lógassa a faszát egy zsidó király fennen. A kocsit elvontották Uri mellett ki az utcára. A tömeg utána tódult, körül kéne metélni, így nem az igazi. Majom a zsidó király, a majom, vigyétek a kikötőbe, vigyétek a palotába! Uri mellett röhögtek, kiabáltak, taszigálták egymást, loholtak az utcán meglódult kocsi után. Mondja el a 10 parancsolatot! Követelték a tömegben. Karabasz a 10 parancsolatot! Adjatok rá valami kéket! Kéket rá! Menórát a kezébe gyorsan! A deltán keresztül vigyétek, hódoljanak neki a zsidók! A palotába, a deltán keresztül a zsidó bazilikába vigyétek! Uri meghallotta a saját nevetését. Megállt. Ennyire gyűlölném Agrippát? Ennyire. Elképzelte Karabaszt a bazilika szószékén pucéran, és nem tudott nem nevetni. A tömeg nőtt, a kocsit elveszítette szem elől. A zsidókat gyalázták, mellette válogatott káromkodásokkal, ezen már nem tudott nevetni. Ma éjjel is megöltek a zsidók két macskát, és bedobták a Szerapeljomba az átkozottak. Rómát akarják a fejünkre hozni, de csalódnak a sakálok, csalódnak! Melléje sodródott két gimnazista. Észrevették. A vigyorukat megpróbálták visszagyűrni. Uri nem tudta, mit tegyen, köszönni is elfelejtett zavarában, aztán azok odébb furakodtak, hogy ne kelljen köszönteniük. Uri most már megpróbált kiszállni a menetből, de minden irányból taszigálták. Az utca szélére kellene húzódnom, gondolta. Végre az árkádok alá tudott vergődni, a tömeg a delta felé özönlött, a 100 láb széles főutcát teljesen belepték. Egyre többen lettek, híre ment a csínynek, husángot szorongató rakodók csörtettek, kőtömböket cipeltek, az építkezésekről szerezhették. Ez már nem tréfa. Értesíteni kellene a deltában lakó zsidókat, de hogyan? Uri a fal mellett osont a menet után. A kereszteződésben, a csatorna fölött ívelő hídon 4-5-en egy szakállas férfit vertek. Nem vagyok zsidó, üvöltette a férfi. Felrángatták a tunikáját, letépték az ágyék kötőjét. Látjátok, hogy nem vagyok zsidó! Csalódottságukban husángokkal estek neki. Agybafőbe verték, a férfi elterült, fejéből folyt a vér. Uri délfelé tartott, szemben a vigasságra érkező görögökkel. Azok észrevették, fenyegetően lassítottak. – Karabasz a király! – kiáltotta feléjük Uri, és futott tovább. A következő utcasarkon megállt, nem követte senki. A Gommában is laktak zsidók. Egy zsidó szőnyegbolt már égett, egy ékszerboltot éppen kiraboltak, repültek kifelé a dobozok, a rongyosok a földön kaparáztak, négy kézláb loholtak a szétguruló drágakövek után. Katonák vagy őrök? Sehol.
kőtömbök repültek a zsidók lakta épületek felé, kék festékkel menórát mázoltak a falukra. A csoportban az egyik görög, maga nem festegetett, papíruszlapról azonosította a zsidók által lakott házakat. Ellenállnak a zsidók, hallatszott a megtorpanó tömegben. Lögdösődés támadt, a csődület egy része északnak fordult a kikötő felé. Uri céltalannak látta, hogy tovább haladjon velük. A Gamma szűk utcáiban igyekezett eltűnni. Kisebb csoportok vastag gerendákkal egy-egy bezárt zsidóboltot törtek fel. Tartott még a Drusilla halála miatt elrendelt gyász, a boltokban nem voltak bent a tulajdonosok. Nyugat felé fordult, az Alabarcos palotájába akart visszajutni, a Bétába. Az egyik téren csődületet látott. Valami füstölt. Valakik kiabáltak, öklüket rázták, táncoltak és kuljongattak, férfiak és nők vegyesen. Uri hunyorgott, közelebb merészkedett. Rőzséből rakott hevenyészet mágia füstölt, összekötözött kezű és lábú alakok rángatóztak rajta. Kicsik voltak. De nehezen fulladnak meg ezek, hallotta oldalról. Uri még közelebb lépett. Két nő és három gyerek fuldokolt a füstben, még éltek. Friss ágokból rakták a mágiát, lánggal nem tudtak égni. Ne tegyétek, szakadt ki belőle. De hát zsidók, hallotta, ellenálltak. Valaki megragadta a karját, Uri kitépte magát, és sikoltva elrohant. Lábak dobogtak a nyomában, aztán lemaradtak. Uri rövid távon gyorsan tudott futni. Az Alabarcos palotája zárva, dörömbölt, hiába. Az utca túlfeléről ráérősen ácsorgó görögök nézték. Uri ismét dörömbölt. Nem szólt ki senki. Bezárkóztak. Az is lehet, hogy mindenki elszelelt. Uri megfordult. Néhány görög lassan feléje indult. Uri elrohant. Nem követték. Nem volt pénze. Nem volt nála semmi, a saruján, a tunikáján és az ágyék kötőjén kívül. Melegek az augusztusi éjszakák Alexandriában, lehet aludni a szabad ég alatt, de hol? Volt nála még valami. A törzsi azonosítója. A körülmetélt nemi szerve. Otthon kellett volna hagynia. Filóháza messze van, és nem biztos, hogy kiengedik a városkapun az őrök. A Szerapeljomba kellene bejutnunk, gondolta, ott ismernek. Az a baj, hogy ismernek. Rájött, nem tudja, melyik görög papban, szerkesztőben, másolóban mi lakik. Lehet, hogy menedéket nyújtanak neki, de az is lehet, hogy kiszolgáltatják. Lassan ballagott délnyugat felé, mintha sétálna. Alkonyodott, békés volt a környék, akárcsak a régi Alexandria idején. A régi nekropoliszban éjszakázott. A régi városfalon kívül, az új városfalon belül, ahol a sírok a gazdagok szépen művelt kertjei és villái között szunnyadtak. A kertekből a kerítésen át az ösvények fölé hajlottak a gyümölcsfák. Uri teleette magát, a szomját is oltván. Narancsot szürcsölt és olajbogyót rágcsált. Egy vastag fának vetette a hátát, úgy szundított el ülve. Keze ügyében bot hevert, a földön találta az ágat, letördelte róla a kisebb gajakat. Azzal próbálta csillapítani a heves szívdobogását, hogy lassan, ritmikusan ismételgette, nem itt fogok elpatkolni, nem itt fogok elpatkolni. Hajnalban felriadt, egy négytagú család fészkelte be magát egy márvány sírkő mögé a közelében. Kutyasír volt. Szerethette a kutyusát a gazdi. A gyerekek annyira meg voltak rémülve, hogy nem tudtak sírni. Biztosan zsidók, gondolta Uri. Kezébe vett néhány narancsot, feltápászkodott, és a családhoz ment. Nyújtotta a narancsokat. A nő rémülten, a férfi ugrásra készen bámulta. Én is zsidó vagyok, mondta Uri. A gyerekek reszkedtek. Zsidó volt a nő, a férje betért görög.
A Gamma déli részén laktak a saját házukban, az éj közepén gyújtották rájuk a fáklyások. A kertkapun átmenekültek, a gyerekeket alva ragadták fel, még látták, hogy a lángok az egész házat körülnyalják. Tudták, hogy kit keressenek, mondta a férfi, minden zsidó házat felgyújtottak, pedig arra felé nincs sok. Aludjatok, mondta a nő a gyerekeknek, azok reszkedtek. Hova menjünk innét, kérdezte a férfi uritól. Nem tudom. Ide is utánunk fognak jönni, mondta a férfi. Körülmetéltettem magam, nem kellett volna. Nagy lehetett a szerelem. Uri arra gondolt, hasonló esetben neki vissza kellene varatni a ficsmáját. Magában fölnevetett. A fiam is körül van metélve, jajdult fel a férfi. Reggelre még 4 család költözött a temetőbe, összesen 11 gyerekkel. Jajveszékeltek, sírtak, vagy némán reszkedtek. Útközben hajnalban az Alfa délkeleti részén elszenesedett tetemeket láttak egy kupacban. 6 vagy 7. Egy teljes család lehetett. Kóbor kutyák ólálkodtak körülöttük, és persze macskák is. Még a kutyák is. Jajdult fel egy öreg. A sírok között hajléktalan görög koldusok bókláztak álmosan, úgy tettek, mintha nem vennék észre a zsidókat. Jelenteni fogják, hogy itt vagyunk, suttogta egy nő. A fiatal férfiak élelemért indultak, visszatértek, kelet felé hajlongva imádkoztak, majd szétosztották a gyümölcsöt. Akik nem imádkoztak, zordul hívták fel a figyelmet, a temető tisztátalan, ettől ők is tisztátalanok lettek, így nem imádkozhatnak és nem is ehetnek, csak ha majd kikerültek innét. A gyerekek közül 4 tiltották meg rögtön a szülei, hogy egyenek. Vita alakult ki, szabad-e tisztátalanul imádkozni és imádkozás nélkül enni egy temetőben. Néhányan, akik már ettek, abba hagyták. Uri azt a nézetet képviselte, hogy szükséghelyzetben az élet mindennél előbbre való. Mások ezt vitatták. Ez még nem szükséghelyzet. Senki sem haldoklik éhségtől, szomjúságtól, csak napok múlva, akkor majd szabad lesz. Gyűlölködve vitáztak a menekültek. Egy öreg zsoltárt énekelt a megöltekért. Gyerekek sírtak, asszonyok sírtak és veszekedtek. Jobb lenne innét tovább állni. Egyedül. Alexandria. Spíró György Fogság című regényének 3. könyve. A 11. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.